Az embereknek vágyaik vannak, céljaik vannak, és ezek a vágyak és célok állandóan valahol ott keringenek a milliárdosság, a gazdagság körül. Sokan tagadják azt, hogy gazdagok akarnak lenni, de a lelkük mélyén mindenki vágyik arra, hogy legyen elegendő pénze, elegendő ideje, szabadsága arra, hogy boldog életet élhessen. Az elegendő persze nem lesz elég akkor, amikor ezt elérjük, ennél még többre vágyunk, amit úgy nevezünk, hogy luxus. Szerintem nincs olyan szó, amely csak egyetlen egy értelmet nyerhet, jót vagy rosszat. A luxus szó egy megosztó szó, szeretném bemutatni több oldalról, szeretném megmutatni, hogy ha megjelenik az életedben ez a szó, az életedre jellemző lesz, akkor milyen életet élhetsz, és miért jó, ha luxus életed van. Nézzük ezt a szót egy képzeletbeli emberen keresztül, hogy milyen akkor, amikor rosszként jelenik meg a luxus. A luxus, amikor úgy jelenik meg, hogy a felesleg lesz rá jellemző, tehát több mindened van, mint ami kell, és ezeket már nem tudod mire használni, miközben a környezetedben hiányok vannak, de neked sokkal többed van. Ez a luxus, ez a pazarló életmód, ez egyáltalán nem kedvez sem a társadalomnak, sem a természetednek, tehát a környezetedet pusztíthatod ezzel. Nézzük a luxusnak a jó értelemben vett részét. Luxus, amikor többed van, mint amennyi kell, és ezeket meg tudod osztani. Nem arról beszélek, hogy meg kell oszd a pénzedet, hanem arról beszélek, hogy több mindened van, gondolatban vagy gazdag, érzelmekben vagy gazdag, cselekvésben vagy gazdag, tehát energiád van tenni valamit, és neked már nem kell tenni semmit ahhoz, hogy fenntartsd magadat, hanem már tehetsz azért, hogy a környezetedet fejlesz. Tehát nem csak magadat, hanem magaddal együtt a környezet nő. Ez egy luxus élet, ez egy olyan luxus élet, amely komplexen veszi az embert, egy komplex, jó életet adhat a környezetnek. Nagyon fontos megérteni ezt a luxust és a többletet. Nagyon fontos azt megérteni, hogy energia és információra leszűkítve ezt az egész kérdéskört, hogy ne legyen személyesen érintett senki ebben, tehát arról van szó, hogy elegendő és plusz energiád van, elegendő és plusz információd van, ezt a plusz tudod úgy megosztani, hogy valójában neked soha nem lesz abból kevesebb. Az információ megosztás az egyszerű, mert ha információból megosztasz valamit, akkor másnak is lesz és neked is ugyanúgy lesz. Igen, akkor már értéktelenedik ez az információ, mert több mindenki tud róla. Az energia nem ilyen egyszerű, az energiából, hogyha átadsz valamit, akkor neked már nem lesz, másnak lesz, tehát energia átadásról van szó, ahol neked pótolnod kell valamit. Ezért nagyon fontos az, hogy luxus életben éljél és úgy adjál energiát, tehát úgy tudjál segíteni másoknak, hogy te egy luxus állapotba kerüljél, amit ki lehet fejezni persze majd a társadalomban különbözőképpen, és ebben majd az öltözködés fogom mint példát hozni. Még mielőtt végigmegyünk azon, hogy hogyan öltözködünk a luxusban, azelőtt értsük meg azt a részt is, hogy mit jelent az, hogy a testnek luxus energiája van. A szervezet egy nagyon érdekes rendszer. Állandóan a kiegyenlítődésre törekszik, és bármilyen hiányod van, az pótolni igyekszik a környezetéből. Bármilyen pluszod van, akkor le akarja adni azt a pluszt, tehát mozgás igényed van, hogy kiegyenlítődjön és harmonikus legyen az az állapot, ami a rendszeredben van. Ez a többet talán jobban megfogalmazható a bőség szóval, és ebben a bőségben lesz neked egy olyan plusz tevékenységed, ami teljes mértékben minden szállal összekapcsolódik a te rendszereddel, a te életeddel. Például párkapcsolatban, amikor megjelenik a bőség, akkor te plusz dolgokat tudsz átadni másnak, de ezzel együtt fogadni is képes vagy. Ez nagyon fontos, hogy adni és fogadni is képes vagy, és ebből alakul ki egy interakció ember-ember között. Például, ha testről van szó, akkor szexnek hívjuk, ha lélekről van szó, akkor szerelemnek, és hogyha gondolatról van szó, akkor erotikának, amennyiben egy párkapcsolatról van szó két ember között. Tehát a szex, a szerelem, az erotika például egy luxus állapot. Ugyanilyen luxus állapot az, amikor az ember alkot, tehát valamilyen új dolgot hoz létre. Ez egy szellemi luxus, amikor annyi energiája van az embernek, hogy a fantáziája indul el, tehát nem csak képzelődik, hanem történetet rak össze, és a történet végén valamilyen értelem alakul ki, így lesz egy versből egy gondolat,
csomag, amit átad egy költő, így lesz egy festményből egy kép, amit átad egy érzést, egy gondolatot, egy életszituációt, és a másik ember, aki ezt nézi, akkor egy az egyben megkapja a költőtől, de mindezt egy matérián keresztül, tehát a gondolatot átvisszük, lefordítjuk valamilyen más nyelvre, bármilyen alkotói nyelvre. Ez is egy luxus élet. Luxus életet élhetsz az üzleti életedben is, a tárgyalásokon, a megjelenésedben például, tehát itt jön az öltözködés. Az öltözködés persze lehet hivalkodó, magamutogató, a öltözködés lehet olyan, amely visszatetszést fog a társadalomból, a környezetedből kiváltani, de az öltözködés pont meg is erősítheti azt, hogy neked van egy luxus életed a maga jó értelmében. Tehát nem azért öltözködsz, hogy megmutasd azt, hogy mennyi pénz van, hanem azért öltözködsz, mert megmutatod, hogy mire gondolsz, mire vágysz, milyen stílusod van, mi az, ami benned van a háttér országodban. És ezt a ruhadarabokkal fogod kifejezni. Úgy, hogy a festő a színes festékeket fogja felvinni egy fehér vászonra, és ezzel kifejez valamit, ugyanígy saját magadat is megalkotod, egy kifejező eszközt csinálsz, valamilyen gondolat irányában. Ha van ilyen gondolatod, és ezt akarod kifejezni az öltözködéseddel, akkor szintén egy luxus életet élhetsz azzal, hogy az öltözködésedre van idő, hogy gondolkozz, hogy mit veszel föl, hogy veszed föl, hogyan hordod azt, tehát kialakítasz egy teljes képet valamiről. Hozzáteszem, ehhez nem kell sok pénz, ezt olcsó ruhákból is meg lehet csinálni, stílusnak fogják hívni azt, amit majd képviselsz, tehát stílusosan jelensz meg, és ez azt jelenti, hogy te kifejezel valamit, ami mögötted van, és nem látszik, láthatóvá teszed. Természetesen, ha megengedheted, mert anyagilag is el vagy engedve, akkor drága ruhákból is ugyanezt megteheted, és csinálhatsz egy ilyen ruhatárat, amelyben te bármikor alkothatsz bármelyik reggel, és összerakod azt, amit aznap akarsz képviselni. Vannak persze kötelezettségek, hogy hogyan jelenjél meg az életben, és ilyen kötelezettségeknek meg kell felelni, ezekre vannak mindenféle leírások, előírások, én ezeket annyira nem szeretem, én úgy szeretek megjelenni, ahogy éppen jól érzem magam, és általában egy szál pólóban, nadrágban, farmerban, cipőben, de valamikor kedve van az embernek inget fölvenni, mert egy teljesen más hangulatot fog kölcsönözni. Valamikor kedve van az embernek még nyakkendőt is kötni, bár ez egy furcsa dolog, de mégis van kedve az embernek. Ez ugyanolyan, mint a nőknél a magas sarkú cipők, baromi kényelmetlen, de mégis szebbé teszi a járást, szebbé teszi a megjelenést, sok mindent szebbé tesz, és aztán ez a szépség persze elfelejteti az összes lábfájást, ugyanúgy, ahogy a férfiaknál a fulladozást, a nyakkendő. De ing, zakó, nyakkendő, cipő együttes megjelenése fog kölcsönözni számodra egy olyan dolgot, amiről a környezetet, ha rád néz, akkor azt mondja, hogy te innen és innen jöttél, ezt is ezt akarod. Na ez az a pont, ez az a luxus pont, amelyet ki kell használni akkor, amikor sokkal messzebbre kell menni, mint a közvetlen környezeted. És ilyenkor az öltözködés számít, ezt meg lehet tanulni azt, hogy érezd, hogy mit és hogyan fejezzél ki. Ez a luxus élet, ennek már van értelme, ennek van perspektívája. Tehát mit jelent az, hogy luxus életet éljél? Az, hogy a gondolkozásodban ott a perspektíva, a cselekvésedben ott van a perspektíva, és az érzelmeidben is ott van a perspektíva, tehát komplexen a háromban van egy jövő, és ezzel a jövővel mások számára egy új, boldogabb életet, társadalmat tudsz teremteni. Ha a luxust erre használod, akkor a luxus kizárólag csak egy jó szót jelenthet, egy olyan tevékeny plusz lehetőséget, amely már egy képesség, amellyel rendelkezel, és amelyekkel te és a környezeted boldog lehet.